Február 22 a bűncselekmények áldozatainak világnapja. Ezt a napot Európa több országa így 1993-ban Magyarország is a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította. A világnap alkalmából a rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya áldozatvédelmi szakmai napot tartott, amelyen részt vett a megyeszékhelyen működő áldozatsegítőközpont irodavezetője is. Ezzel kapcsolatosan köszöntöm mostan stúdióban Barta Gábort, az áldozatsegítőközpont irodavezetőjét, koordinátorát. Jó estét kívánok! Jó Ugye estét az... kívánok! áldozatok világnapja van ma, az áldozattal válásra terelődik egy kicsit a figyelem. Áldozatsegítő központ iroda működik Kecskeméten, mióta, és ugye aki nem érintett, az nyilván nem tér be ebbe az irodába, de mi az önök fő profilja, mi a fő feladatuk? 2020. decemberében nyitott a Kecskeméti Áldozatsegítő Központ. A Kecskeméti volt a hatodik áldozatsegítő központ a, a sorban itt Magyarországon. A cél az az, az Újászai minisztérium célja az, hogy 2025 év végéig minden megyében elérhető legyen az ázatsegítő központ és az itt elérhető szolgáltatások. A nevében is benne van, gyakorlatilag mi bűncselekmények áldozatainak nyújtunk különböző támogatásokat, függően attól, hogy milyen sérelmet szenvedtek el a bűncselekmény következtébe, illetve ebben a körben tartoznak a tulajdonlányi szabásértések áldozatai is. Ugye attól függ, hogy kinek milyen segítséget tudnak nyújtani, hogy milyen típusú bűncselekmény áldozata lett, Milyen típusú segítséget nyújtanak, milyen skálán mozog ez? Igen, mint ahogy említettem a, 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 a nagy mértékben az elszenvedett sérelemhez igazodik. A, a mi fő profilunk az a nevezett és erősegítése szolgáltatás, ez inkább egy gyakorlati segítségnyújtást akar, ez magába foglalja az áldozatnak az általános tájékoztatását, akár a büntetőjárásra kapcsolatban, vagy az egyéb kapcsolódó kérdésekkel, magába foglal egy jogi tanácsot, illetve egyfajta érzelmi segítségnyújtást. Ezt mi kétféleképpen is tudjuk nyújtani, vagy a kollégáim, nyújtanak úgynevezetén segítő beszélgetés keretében. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy sokszor már ez segít, hogyha valaki meghallgatja az áldozatot, tud róla beszélni adott esetben hosszabban, akár egy-két órán keresztül, hogy milyen sze sérelmet szenvedett el. De az érzelmi segítségnyújtásnak egy speciálisabb vagy szakszerű formája, hogy pszichológus szakember áll a rendelkezésünkre, az ő szolgáltatásait havi 30 órába tudjuk igénybe venni és hát az a tapasztalatunk, hogy erre igen nagy igény van, most már szinte azt tudom mondani, hogy hónapok óta ő tele van a, a pszichológusi naptárunk. Bocsánat, hogyan kerülnek kapcsolatba önökkel az áldozatok? Tehát már kell legyen indult büntetőeljárásnak folyamatosan lennie, vagy esetleg még a feljelentés előtt, amikor megtörtént mondjuk, hogy valaki úgy véli, hogy megtörtént egy bűncselekmény, és már akkor először önökhöz fordul? Az egy nagyon fontos információ, hogy a szolgáltatásunk egy részéhez például, amit az előbb is említettem, az érdekérvényest és elősegítéséhez nem szükséges az, hogy büntetőeljárás legyen vagy, vagy volt folyamatban, tehát már azt megelőzően is felkereshetnek minket segítsége. Sőt, sokszor az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan bűncselekménytípusok, típusok, amikor úgy keresnek fel minket és kérnek segítséget, hogy a későbbiekben se kívánnak feljelentést tenni, pusztán az elszenvedett sérelméket szeretnék valamilyen módon orvosolni. De természetesen a, a legtöbb esetben van, vagy volt valamilyen büntetőjárás már folyamatban. Jellemzően akkor a rendőrség irányítja át hozzánk az áldozatokat, vagy közvetlenül, tehát elmondják nekik, hogy hol vagyunk és hol tudnak minket megkeresni, illetve a közvetlen áldozat elérési rendszer útján, gyakorlatilag a szakrendszerek kapcsolódása útján kerülnek hozzánk. Ezt hogyan kell elképzelni? Ugye ez nagyon hivatalosan hangzott, ez a közvetlen áldozat elérési rendszer, de ez gyakorlatilag mit akar és hogyan kell elképzelni? Ez viszonylag egy új jogintézménynek mondható. Ez 2020 év végén vezette be az igazságügyi minisztérium, akkor még egy ilyen szűkebb bűncselekmény körbe, akkor még csak a szándékos személy ellen erőszakos bűncselekmények kérhették ezt. Majd 2021 év végén ez a bűncselekményi kör jelentősen ki bővítve, például a mondhatom így a tömegbűncselekmények, tehát a lopás, kisebb értékre elkövetett lopás, különös esetei, vagy akár a kapcsolati erőszak, zaklatás, szexuális bűncselekményekre is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki oly módon kapcsolatba kerül a rendőrséggel, hogy megteszi a feljelentést, vagy a rendőrség sértett tanúként hallgatja meg, akkor ha nem tiltakozik az ellen, hogy az adatait átadják az igazságügyi minisztérium áldozatsegítő központjai részére, akkor a, a jegyzőkönyv lezárását követően gyakorlatilag a rendszer-rendszer kapcsolattal a következő nap reggelén, ezt már a hozzá legközelebb eső segítő központ megkapja. Tehát gyakorlatilag, amikor mi belépünk a saját szakrendszerünkbe, akkor látjuk a, egyrészt azokat az adatokat, amelyeket megadott az áldozat, másrészt látunk egy rövid leírás már a bűncselekményről, amit a, a, rendőr kollega rögzített. Tehát úgy tudjuk már felkeresni, hogy valamilyen képet kaptunk arról, hogy milyen sérelmet szenvedette, és valószínűsíthetően milyen segítségre lesz szüksége. Az áldozat pedig Egyébként megválaszthatja azt, hogy milyen módon keressük fel. Tehát például telefonon, postai úton, e-mailen vagy, vagy személyesen. Tehát a rendőrségi meghallgatás során nyilatkozhat erről, hogy milyen Igen. formában, ami nyilván neki kényelmes vagy nem kellemetlen, azt választja, Igen. és azon a formán keresik Igen. meg. Jellemzően egyébként a telefonos szokták választani, vagy a postai utat, de egyre többen kérnek e-mailen is tájékoztatást. Mit tapasztalnak? Ugye elmített, hogy említette, hogy ez 2020 év vége óta működik. Tehát lényegében, ha jól értem, akkor itt megfordult a sorrend, és nem az áldozat megy be önökhöz, hanem egy engedély alapján önök keresik meg az áldozatot. Mit tapasztalnak, hogy ez mennyire népszerű, mennyire elfogadott, mennyire veszik igénybe az áldozatok? Aztán kell mondjam, hogy az eredeti rendszer is megmaradt, bárki ja, bejöhet a skálához. Általános tapasztalatként azt tudom mondani, hogy mindenki, te, rossz tapasztalatunk nem volt még, mindenki ö, köszöni a segítséget, azt, amit felajánlunk, még ha nem is vesz igénybe. Sok esetben hangzik el az a mondat, hogy már annak örülnek, hogy legalább valaki gondolt rájuk, megkérdezi tőlük, hogy, ö, hogy érzik magukat, tudunk-e esetleg valamiben segíteni, és hogyha olyan jellegű sérelmet szenvedtek el, amiben tudunk is valós segítséget nyújtani, legyen az anyagi segítség, pszichológusi vagy akár ügyvédi képviselet, akkor pedig nagyon boldogok, és én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a, a bűncselekmény okozta károkat így tudjuk. Mérsékelni. Mennyire tapasztalják azt, hogy az áldozatok, mint egy szégyellik azt, hogy áldozatá váltak, holott nem, adott esetben nem is tehetnek róla, és inkább nem fordulnak önökhöz, inkább elzárkoznak. Tehát mennyire nehéz fölvenni a kapcsolatot az áldozatokkal? Sajnos ez, ez a jelenség ez még mindig megvan, és nem csak a szexuális vagy bűncselekmények esetén, vagy a kapcsolati erőszak esetén, sok esetben még vagyon elleni bűncselekmények esetén is azt látjuk, például egy internetes csalás esetén, hogy hát szégyeli azt az áldozat, hogy, hogy így rászették. De az az igazság, hogy Pont mai példák alapján is hihetetlen elkövetési magatartásokat találkozunk, és tényleg még a legkvalifikáltabb vagy a legjobban tájékozott áldozatokat is simán rászedik az elkövetők. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ez, ez, ez nem az áldozat hibája, ez, ez nem az ő szégyene, viszont hogyha valaki valamilyen bűncselekményt szenved el, akkor én azt tudom javasolni, hogy merjen segítséget kérni, mert úgy könnyebb lesz feldolgozni akár a lelki problémát is, ami ebből adódik, vagy adott esetben anyagi segítséget is kaphat. Egyébként igen, hogy anyagi segítséget is kaphat, ugye ez tényleg ugye széles mozog, hogy miben tudnak segíteni. Vannak arra nézve már számadatok, nagyságrendileg, hogy az iroda működése óta hogyan alakul az áldozatok száma, akiknek már segítséget nyújtottak? Igen, a folyamatosan nőttek az ügyszámaink, azt azért el kell mondom, hogy a Covid időszak elős közepén nyitotta az iroda, sajnos emiatt nem is volt egy ilyen nagyobb megnyitóra lehetőségünk. Uh, ahogy mondom, folyamatosan nőttek a számok, a, igazából a, a legnagyobb uh, ügyfélszám növekedést, azt akkor értük el, amikor 2021 év végén ezt a közvetlen állzatérési rendszerbe kibővítették a bűncselekményi kört. Uh, ezáltal a tavalyi évben, 2022-ben már közel ezer új uh, ügyjel találkoztunk, vagy ezer új áldozatnak uh, tudtunk segítséget nyújtani. Mondom azért, hogy új, mert van, aki a, hosszabb segítési folyamat miatt ő rendszeresen visszajár akár a pszichológusunkhoz, vagy valami egyéb az ügyfejleménye miatt valami egyéb új segítségnyújtásra van szüksége. Ez már egy hihetetlen jó szám ahhoz képest, ahogy évekkel ezelőtt amennyi áldozatot tudtunk elérni. Országos szinten azt tudom elmondani, hogy a főváros és a, a Pécsi segítő központ után gyakorlatilag stabilan a, a statisztikai számokat, hogyha nézzük, akkor a, akkor a harmadik helyen van a, a Kecskeméti Ázat segítő Központ. És nem mehetünk el még egy kérdés mellett így végezetül, hogy ugye Kecskeméti a központ, de az lényegben a megyét le kell fednie. Hogyan tudnak egy távol élősértetnek segíteni? Milyen eszközök állnak a rendelkezésükre? Igen. Um nem csak a megyebelieket láthatjuk el, az áldozatsegítésben nincsen illetékeségi kör, tehát hogyha valaki mondjuk akár egy soproni vagy egy nyíregyházi ember vagy a polgártársunk itt lesz áldozat, mondjuk mert itt nyaral vagy, vagy a rokonokhoz jött és itt lopták el éppen a pénzét, akkor ő ugyanúgy kérhet segítséget, és viszont ezt mindegyik központ így tudja nyújtani. De jellemzően a ügyfeleink 90-95% az a megyéből kerül ki. Ugye Bácskiskó megyének megvan az a, mondhatom így hátránya, hogy területileg ugye az ország legnagyobb megyéje, de mi viszonylag ugye itt az északi csücsökben vagyunk, úgyhogy valamit mindenképpen ki kellett találni arra, hogy ha mondjuk a délvidéken lesz valaki házat, és úgy szeretne segítséget kérni, akkor hogy tudjuk megoldani. Különböző módszereink vannak, tehát a telefonon is lehet tájékoztatást kérni, illetve mi is nyújtunk, ahogy mondtam, telefonon is tájékoztatást. Ha valamilyen nyomtatvány kitöltésre van szükség, akkor vagy telefonon megpróbáljuk instruálni, hogy hova mit kell írni, hogyan kell kitölteni az adott nyomtatványt, illetve nagyon nagy segítségünkre vannak a családsegítő a tanyagondokok, illetve az egyéb civil partnereink, akikkel kapcsolatot tartunk. Tehát például ők ki mennek akár a, a, az idős vagy a, vagy a, tanyás ingatlanba, segítenek, kitölteni a kéremnyomtatványt, majd utána beszkennelik és meg tudják küldeni nekünk. Illetve nagyon fontos, hogy a pszichológus segítségnyújtást is, hogy bárki igénybe tudja venni, ezért azt nem csak személyesen lehet, hanem telefonon is, ha úgy kéri az áldozat, akkor telefonon is tud segítséget nyújtani a pszichológusunk, illetve online formában is. Ez viszonylag egy új opció, ezt október környékén vezettük be. Tehát rugalmasak és más szervekkel együttműködőek. Köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést, és bízom abban, hogy ezzel a beszélgetéssel is sikerült ráireintanunk a figyelmet, hogy az áldozatnak lenni nem szégyen, és forduljanak segítségek, mert tudnak segíteni. Így van, én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt.